Tótné Szalai Ágnes festő alkotó munkái díszítik a Kínl Kupola galéria falait. A tehetségét és a technikák elsajátítását már gyerekkorában elkezdte a nyugdíjas éveit töltő pedagógus. Édesanyám nagyon szeretett rajzolgatni, és erdész csemete révén kinéltünk az erdőbe, és hát hosszú téli estéken anyu tanítgatott bennünket rajzolgatni, meg megjeleníteni mindazt, ami körülvesz bennünket, a természet szépségeit észrevetetni velünk, és mint pedagógus, hát nagyon sok hasznát vettem ennek, mert a nehezen megérthető ismereteket a gyerekeknek rajzzal segítettem megérteni. Például verseket kimondottan rajzzal oldottuk meg, úgy tanultuk, és később már, mikor ők rájöttek erre általunk kialakított rendszerre, akkor ők mondták mindig egy-egy sorra, hogy mit rajzoljunk le. Itt pillanatok alatt meg tudtunk egy-egy verset tanulni. A festés mint olyan eleinte azokon az alkotásokon elevenedett meg, amelyeket diákjainak készített, ezekkel a kis kártyákkal jutalmazta elsőseit. Mikor a fiaim elkerültek hazulról egyetemre, főiskolára, akkor jutott több időm, hogy ezt a hobbimat egy kicsit építgessem, vagy fejleszem, és attól kezdve jártam művészekhez, ilyen táborokba, művészeti vezetővel, és minden ismeretet, segítséget igyekeztem hát beépíteni az addigi ismereteimbe, és hát így kezdődött, aztán tagja lettem különböző egyesületeknek, a Bárka Szalonnak, meg Somogy megyébe, Kaposváron, a Pannon Art Line-nak, de aztán, ahol megismerkedtem a festőkkel, így most már több mint 20 éve van egy olyan baráti alkotókör, akikkel rendszeresen táborokba együtt vagyunk, és Tamásiban most negyedik éve, vagy ötödik éve én szervezem a Tamásiba az alkotótábort, a gimnáziumba vagyunk elszállásolva, a kollégiumba, és nagyon várjuk mindig a találkozást, és ez egy kicsit úgy a mindennapi monotonságból úgy ki mozdítja az embert. A festés a mai napig jelen van az alkotó életében, aki már mások álmait is vászonra viszi. Arra már nincs ambícióm, hogy kitörjek. Ami úgy bennem van, azt csinálgatom, és hát remélem azért ezzel is örömet szerzek a környezetemnek. Elsősorban a természet ihletésű képeket szeretem, miatt ott nőttem fel, de hát mediterrán jellegű képeket is festek, mások emlékeit, meg kéréseit is szívesen hát megfestem. Meg hát amerre járunk táborokba, azoknak a falvaknak vagy helységeknek a jellegzetes épületeit, ez általában templom. Már sokan rám is akasztották ezt a jelzőt, hogy a templom festő. Az alkotói munka helyszíne lehet egy szoba, de kint a természetben is örömmel ragad ecsetet a festőnő, hogy megörökítse a körülötte rejlő csodákat. Ha táborban vagyunk, és olyan idő van, akkor természetesen kint plenerbe festünk. Hát, hogyha olyan, hogy ilyen egyéb mediterrán jellegű vagy valami, az általában képről. Tulajdonképpen most már olyat vállalok csak, vagy olyat festek, amit esetleg megrendelnek, mert egy szép emlék valakinek, vagy egy olyan jellegzetes hely, ahol járt. Mert én úgy érzem, hogy így a környezetemben már mind kifestettem magamból, amit lehetett. A Kínl Kupola galéria tárlatát körbejárva sok ismerős utcarészlet tájkép köszön vissza a látogatóra. Elsősorban Tamási jellegű festményeket, és a környezetemben Pincehely, Pálfa, Ozora, Regöly, Szakály, Koppányszántó, Dég, Réti Major, amerre jártunk, ott mindenhol valamit megjelenítettem.
A visszajelzés mindenki számára fontos, nincsenek ezzel másként a festők sem. Egy-egy kiállítás után sok kedves szó jut el hozzájuk. Hegedűs Gyula írt egy kiállításom után egy nagyon megható szép verset rólam, amit őrzök és eltettem emlékül. A kiállítás megtekintése pedig a tárlatlátogatónak nyújthat egy maradandó emléket, amelyre március 4-ig nyílik lehetőség a Tamási Kindl Kupola galériában.